Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Kriszti bevezetőjét. A szívszútra a legnagyobb illúziógyilkos, ami valaha létezett a Földön, mert még a semmi sem marad. És hogyha nem csak olvasod, hanem recitálod és engeded magadba mélyen, akkor tényleg elérsz a lényeghez. Elérsz a nem gondolkodás, a nem kettősség pontjához. De ha itt maradsz, akkor elveszítesz mindent. Elveszíted a szemedet, a füledet, a szívedet, az elmédet, és a meghaladás, amennyire fontos, nem a veszteségről szól, és csak az illúziók letisztításáról van szó. Utána, ahogy hallottad, látod, hogy az ég kék, a fű zöld, tehát a lényeg tapasztalatából következik az igazság látása. Ha nem tiszta a lényeg tapasztalata, akkor az igazság látása sem teljes. Fordítva, ha nem látod az igazságot, akkor a lényeget még nem tapasztaltad. Akkor olyan vagy, mint a sok vak ember, aki elmegy az állatkertbe, és elkezdik tapogatni az elefántot, és egyik megtapintotta a lábát, és azt mondja, hogy az elefánt az egy oszlop. A másik az ormányát megfogja, és az elefánt olyan, mint egy cső, a harmadik, ugye, kicsit megtapogatja. Az elefánt olyan, mint egy hatalmas, nagy fal. És aki az elefánt farkát, az azért, hát ez az elefánt olyan, mint egy vastag redőnyhúzó. Amikor gondolkodsz, és a gondolatok által szeretnél világképet alkotni, akkor ebbe a hibába esel. Amikor gondolkodsz, és a gondolatok által szeretnél önképet alkotni, ebbe a hibába esel. Nagyon sokszor elhangzik a kérdés, hogy szunyim, hogyan gondolkodjam magamról? Sehogy. Lásd magad. A látás az egészleges, a gondolkodás részleges. A gondolkodás a halászháló, a látás a tenger. Ezért meditálunk, hogy visszatérjünk a gondolkodás elé, és ne legyünk a gondolataink rabjai. Ezek után mi használjuk a gondolkodásunkat és nem pedig a gondolati szokások használnak minket. A lényeg és az igazság tapasztalata megadja az alapot a harmadik nagyon fontos tapasztalásnak, amely a működés vagy cselekvés. Ahogy hallhattad, ha valaki szomjas, inni adsz neki, ha valaki éhes, enni adsz neki. Ezt rendre el szoktuk téveszteni. Jön hozzád valaki, segítséget kér, és az első, amit hall, hogy neked valójában nem is erre van szükséged. Látom, hogy szomjas vagy, de szerintem neked enni kéne. És akkor a pokolba vezető út már is ki van kövezve jó szándékkal. Nézd meg, hogy mennyire tapasztalod tisztán a lényeget, mennyire látod az igazságot, és mennyire működsz helyesen. Ezt onnan tudod lemérni, hogy mennyire szenvedsz vagy szenvedtedsz. Mennyire vagy képes szeretetet, boldogságot, együttérzést és bölcsességet létrehozni, átadni és tapasztalni. Amikor a Budha megvilágosodott, így ránézett az emberekre, és azt mondta, Úristen belül mindenki Budha. Ott van a megvilágosodás mindenkiben, csak nem látják, nem tapasztalják. Összecserélik önvalójukat az önképükkel, a darmát a karmával. És innentől kezdve szenvedünk és szenvedtetünk. Hogyha helyesen ismered fel a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, akkor helyesen is tudunk működni. És ahogy Szungszán zemmester mondta, a legkeményebb tréning az az együttműködés. Honnan látod? Onnan, hogy a véleményeid azon nyomban feleslegesé válnak. Miért az együttműködés fontos, azon nyomban a te egyéni véleményed az kuka. Meg kell látni a másikat úgy, ahogy van. Akár párkapcsolat, akár család, akár csoport vagy társadalom. Úgy látni a másikat, a környezetemet, ahogy van, ez az egyik legnehezebb dolog a világon, és ezért kell gyakorolni ezt a tisztánlátást. Amilyen mértékben tisztán látjuk magunkat, olyan mértékben a másikat is tisztán tudjuk látni. Ahol hazudunk magunknak, ott a világnak is hazudunk. Egyben megengedjük, hogy a világ is hazudjon nekünk. Ha úgy érzed, hogy téged folyamatosan törbecsalnak, folyamatosan rosszul bánnak veled, akkor nézd meg, hogy hol hazudsz magadnak, mert akkor valamit nem látsz. Szándékosan, önvédelemből, takarva valóságot nem akarsz látni valamit. Mi az? ha ezt fölfeded, megszűnik az öncsalás, megszűnik a vakfolt, és megszűnik a világnak a feléd áradó passzív vagy aktív agresszív tanítás, hogy ébredj már fel. Ez az ébredés a dolgunk. És amennyiben ezt megtesszük, annyiban tudjuk a megvilágosodás és mások segítése útját járni, ezt hívjuk bóthiszatva útnak. Ehhez csak a téves nézeteinket kell félretenni. És hogyha ezt megtettük, akkor a téves nézetekből egyébként keletkező kabzsiság és harag, az is szépen elhullik, elpusztul, mert a gyökerétől fogva kihúztad. A gyökere mindig az azonosulásban van, a hamis önképben van, a hamis világképben van. És hogyha felébredsz ebből a hamis, illuzórikus, kényszerűen azonosult nézetvilágból, akkor megvan az alapod arra, hogy akár helyesen is beszélj, helyesen cselekedj, helyes életvitelt folytass, helyesen meditálj. És ezt onnan tudod, hogy nem hozol létre szenvedést, és nem kerülsz olyan helyzetbe, ahol mások szenvedtetnek. Sem elkövető, sem áldozat nem leszel. Ezt hívjuk középútnak. Az ilyenség útjának, a kölcsönös segítség útjának a felébredés gyakorlata által. És hogyha most segíthetek valakinek a kérdései megválaszolásában, itt a lehetőség. Az a gondolat, hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell. Ez egy szörnyű gondolat. Ez is úgy történt, ahogy történnie kellett, ugye? Ha mondod. Okos, nagyon okos, mondjad. Tehát akkor nem összeegyeztethető a karma és a dharma tanításával. Szeretnéd? Ez számít az? Nagyon számít. Mert amilyet szeretnél, előbb-utóbb olyan lesz. És amit tapasztalsz, azt valamikor te szeretted volna, csak most jött ki, mint valóságelmény. Mert ennek így kellett lennie. Ha ezt szeretnéd, mint világképet egy teljesen végzetszerű, bebetonozott, determinált világképet, az is lehet, csak akkor el kell dobni a saját tisztánlátásodat, cselekvőképességedet, akaratodat, lázadásodat, és annyira ismerlek, hogy te ezt nem szeretnéd. Eszembe jutott ez az idézet a és nem adj türelmet, hogy elviseljem azt, ami amin nem változtathatok, erőt, hogy változtassak azon, amin változtathatok, és bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a kettőt. Ez egy gyönyörű idézet, én ezt szeretem. Na most akkor ez így összeegyeztető? Szeretnéd összeegyeztetni? Van egy ilyen bennem, igen, szeretném összeegyeztetni. örömmel jelentetem, hogy sikerült. Látom rajtad. Egyéb kérdés? Köszönöm. Nézd meg a karma és a dharma működését. Tehát a karma az, amikor a jelenségek egymás után következnek, és látod, befelhősödik az ég, előbb-utóbb eső lesz. Vagy szél. Jön a tavasz, magától nő a fű. Megütik a moktakot, előbb-utóbb mindenki bejut a dharma terembe. Hát ez a karmának a működése. Viszont a működés törvénye az a dharma. Ha felismered a működés törvényét, a darmát, helyesen tudod működtetni a karmát. Hát az előbb elhangzott ugye sztoriban, az autóközlekedés szabályai, azok segítettek. De nem az írott. Az írott szerint itt bukta lett volna, vagy baleset. Az íratlan, az segített. Ami nincs benne ebben a kék borítós, ilyen kis piros fehér ábrákkal ellátott könyvben hogy, nézd meg a valódi törvényt, amit nem lehet pusztán szabályokká silányítani, ami tényleg a lélekben és a térben és az anyagban, a tudatban ugyanúgy működik. És hogyha a tudatot tere mindig nagyobb, mint az a karma, ami megjelenik benne, akkor felismered a működését, mert rálátsz. Viszont, hogyha nem elég nagy a tudatot tere, akkor ráfeszülsz akkor azt mondod, hogy nincs választási lehetőségem. Mert nem mertél többet látni, mint ami épp megjelent előtted. Nem volt nagyobb a tudatod tere, mint az a konfliktus, ami megjelent benne, és ezért nem is tűrted. Nem is oldottad meg. Alárendelt vagy fölérendelt helyzetet óhajtottál volna elfoglalni, de még az se sikerült, mert nem láttad. Ha a tudatodban nincs elég tér, nem látod a karmát. Ha ezt mélyebben meg akarod érteni, menjél el egy bevásárlóközpontba, élelmiszer, hús szakosztály, celofánnal borított, tálcán elkészített húsi. Ráfeszül a celofán, szinte légmentesen. Tehát mikor a tudatosság, tudatosságod annyira ráfeszül a jelenségre, a karmára, a másik emberrel éppen kirobbantott problémára, hogy nincs hely, akkor nincs választási lehetőséged. Ha viszont úgy működik a tudatod, mint az a hatalmas üveges tárló, amely alatt ott vannak szépen a husok, a sajtok, a vajak és az egyéb karmák, ott van tér. És az üvegen keresztül meglátod, hogy ugyan már egybe vagy szeletbe kérem a karmámat. Négylábú, kétlábú vagy uszonyos változatban. Miért szeretnék következő életemre, hogy testként? Ugye? akkor van választási lehetőséget, ha rálátsz. De ha nem, és ezt hívjuk szándékos vakságnak, mert egyszer el kell dobni a lastit, hogy ne legyen nálad, akkor nem fogod látni. Honnan tudod, hogy ezt megtetted? Onnan, hogy panaszkodsz. Ha panaszkodsz, akkor valamit nem vettél észre, mert nem akartál uralmi helyzetbe kerülni, inkább a másikat tetted oda, és nem tetszik. Nem tetszik, hogy más rendelkezik a sorsat felett. Nem tetszik. Miért tetszen. Csak azt elfelejtetted, hogy eredetileg neked kéne ott lenni. Neked kéne látni, neked kéne letisztulni, és helyesen dönteni, és ki is vitelezni a döntést. Ez nem nehezebb, ez szokatlan. Úgyhogy mit szoktál meg? Milyen személyiséget építesz fel? Ahogy működsz, ahogy kapcsolódsz, ahogy felismersz helyzeteket, az bizony ezt tükrözi. És itt az a hely van, ahol te átalakulhatsz, ahol letisztulhatsz, ahol tapasztalhatod igazi magad. És akkor már a darma és a karma a helyén van. A sors és az út a helyén van. Ha tudsz dönteni, utad van, ha helyetted döntenek, sorsod van. Azt szeretném kérdezni, hogy mindenki más módon gyakorol, van, aki térfigyeléssel, van, aki kérdéssel, van, aki mantrával. A mantra esetében általában a tanítótól kapjuk meg a mantrát. De előfordulhat olyan eset is, hogy a mantra talál ránk. Mitől függ, hogy a mantra rátalál az adott személyre, és mitől függ az, hogy az adott egyén a gyakorlása során egy adott buddhához kapcsolódik, vagy buddhiszatvához, vagy mindkettőhöz. Amikor mantrapraxis, ugye, eltölti a lelket, akkor a jó része a tudattalanunkban van. Amikor az elmének nem kell tudatosan munkát végeznie, akkor mantrázhatsz mondjuk mosogatás vagy főzés közben. De hogy ez a mantra micsoda, ez tényleg kétfelől jöhet, kívülről, hogyha a tanítót megkérdezed, és belülről, hogyha a tudattalanodból valamilyen visszhang szépen följön. És hogyha a lelked legmélyével találkozik egy mantra vagy mantra részlet, akkor az visszhangként szépen a tudatos részbe visszakerül. Felhangzik. Interjú. Bejön az első, második, harmadik interjút nyűvő zen tanítvány, és azt mondja, szunyim, szunyim, szunyim. Mi van, mi van, mi van? Hát ülés közben mindig ez a mantra macerál, mondom, az a jó barátod nem macerál, segít a pillanatban itt maradni. És általában az a mantra, vagy az a típusú mantra jelenik meg, amelyre a léleknek szüksége van. Az engyakorlat aktiválja a lélek öngyógyító képességét. És a mantra az orvosság. Ugyanúgy a kérdés is lehet orvosság, de a mantrának van tartalma, jelentése. A nagy kérdésnek csak vonatkozása van, de jelentése nincs. A mi ez nincs tartalma, de iránya van. Kvanszenbosza az jó kis együttérzés energia meg, jelentés meg egyebek. Főleg úgy, hogy nem érted, tehát nem, nem szótárasztál. A lelked valamilyen számára ismeretlen hangsort elkezd visszhangzani, akkor kiderül, hogy valójában arra a minőségre van szüksége, amelyet az hordoz. És a rendszert ilyen szinten nem lehet meghekkelni. Tehát behozhatsz egy olyan mantrát, amit te csak úgy gondoltál, és mondod, hogy Szunyi, én ezzel foglalkozom, és mondom, biztos? Mert belőled nem az jön, hogy ezt kell. Csak most tesztelsz engem. Azt is lehet, az is nagyon jó. És a mantra praxis három dolgot csinál. Az egyik, hogy mentesíti a tudatot saját ártóhatásaitól olyan mértékben tudjuk saját magunkat rombolni a dualisztikus képzeteinkkel, a félelemtől kezdve a haragig, az agresszióig, az ítéletalkotásig, bármiféle olyan véleménnyel, amit elhiszünk, azonosulunk vele, és mint hogyha magunkra kötnénk egy sziklet, és beleugranánk a tengerbe, úgy süllyedünk lefelé, nagyon alacsony energiállapotba. Ezt a követ el kell tudni engedni. A karmának ezt a nehézségét fel kell tudni oldani. És a mantra fantasztikus, mert ezt megteszi. A második a jel és a zaj megkülönböztetése. Hát oly mértékben szét vagyunk csattintva ablakokra, nullákra, egyekre, különböző csatornákra, hogy az éberség az valami elkepesztően alacsony lesz ebben a pillanatban. Mert szét vagyunk osztva, fel vagyunk szabdalva amikor eléri a kritikus küszöböt, úgy mondod, hogy szét vagyok esve. Ha ki tudtad mondani, akkor még nem annyira, de amikor már nem tudod kimondani, akkor már nagyon. És a mantra segít egy kicsikét összekapni a jelenlétedet, bezárni az ablakokat, sok-sok multitaskot megszüntetni, és végre itt lenni, és egyenesen nézni a másik ember szemébe. Ez manapság egyre nagyobb feladat. Matek. Mikor válik egy kép sor folyamatossá? Akkor, hogyha másodpercenként 24-szer előfordul. Ekkor folyamatosnak látod. Az elmennél sokkal gyorsabb. Ha te másodpercenként 24-szer váltasz csatornád belül, gondolkodást, érzelmet, hullámhosszat, akkor ez a változás, ez folyamatos. És valójában sehol nem vagy egyik pillanatban, egyik töredék pillanatban sem vagy jelen. És innentől kezdve a jelenlét az zuhan lefele. Ezért van az ember óriási jelentősége a nem mozduló tudatnak. Az nem váltogat, az nem kapcsolgat, az nem osztja fel magát egy per 24 szekundumra. És ebből a jelenlétből van a figyelem, a figyelemből az együttérzés, és az együttérzésből a szeretet ezért fontos a jelenlét. Aki gyereket nevelt, az már nagyon tudja. Tághatárok között mindegy, hogy mit mondasz. De ha nem figyelsz a gyerekre, megbosszulja. Úgy, hogy nem akarja, de megteszi. És hogyha nem vagy jelen, hogy tudnál figyelni a gyerekre? A jelenlétből következik minden. És ezt a jelenlétet ebben a pillanatban, a tér és az és pontjában divatosan itt és most. Ugye? Ezt tanítja a zen, mert másunk nincs is. Ezért mondta Szunkszenzen mester: Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ezt a pillanatot elveszíted, mindent elveszítesz. És a harmadik nagyon fontos funkciója a mantrának a belső hierarchia kialakítása. Hát Előbb-utóbb megtudod, hogy mit recitálsz, megtanulod a jelentését. Az Ommani Padme Hum például a megvilágosodás lótusza nyíj ki jelentést hordozza, az lesz az elme totem oszlopán a legfelső helyen, és minden egyéb ez szolgálja. Minden egyéb ez alatt lesz. És innentől kezdve értékrend lesz a spirituális hierarchiából. És az értékrendből életrend. Fordítsd vissza, ahol nincs életrend, mert minden kaotikus, működésképtelen, megoldatlan, ott nincs értékrend. És ahol nincs értékrend, ott belül nincs meg a spirituális hierarchia, vagy valamilyen korrekt világkép, hogy megfelelő minőségek legyenek fölül, középen és alul. És az az érdekes, hogy mindegyikre szükség van rögtön mondanák csípőből, hogy hát én alsórendű minőségeket nem kérek. Igen ám, de hordozod. Ott van, maradványkarma, negatív önkép. Ezek az alsórendű minőségek ugyanolyan szükségesek, mint a közepes, meg a magas rendű, ezek egymás szolgálják. És az alsórendű letisztul, és megszűnik akadálynak lenni. Át tud transformálódni valami teljesen másba. A magas rendű megtanul szerénynek lenni, nem egyedül alkodónak, megtanul szolgálni. A közép meg megtanul középen maradni, és nem szétszakadni. Úgyhogy a mantrának ez a három funkciója, a tudat önvédelme az elme ártóhatásaitól, a megfelelő jel és zaj elkülönítése, a spirituális jelölje kialakítása, ez a három alapfunkció. És hogyha belülről ez már megy, akkor érdemes a tanítóval letisztázni, ha pedig nem megy, akkor érdemes a tanítótól segítséget kérni. Ha odáig eljut valakinek a mantrával való intim kapcsolata, hogy éjszakánként nem tud tőle aludni, akkor kicsit túlhúzta. Viszont akkor ébernek kell lenni. Akkor nem kell az egyik kezemmel a kosarat jobbra húzom, másik kezemmel balra húzom, így nem jutok el a pénztárig. Ez nem jó. Tehát ha éber vagy, mert éjszaka a mantra ébren tartott, akkor mantráz, addig, amíg el nem fáradsz. Esetleg a leborulással is megtolhatod a mantrát, akkor a fizikum egy kicsit rámozdul, elkezd ez a mikrokozmikus energiakör a megfelelő irányba folyni, és előbb-utóbb el is tudsz aludni. Tehát az elme és a tudat, a mantra és a karmád, a test és a lélek nem egymás ellen dolgozik. Tessék erre emlékezni, amikor éppen szétkészülsz tépni önmagadat. Jó? Nem szükséges, hogy szétessél. Nem kell a testet és a lelket elszakítani egymástól ahhoz, hogy a problémádat megoldjad. Oké? Okay? Nagyon fontos. Hát ez most nagyon duálisan fog hangzani. Önbizalom. Tessék tovább. Jó. Um, de azért elmondom. Tegnap... Mondtad, hogy, hogy nem vagyok egyedül, vagy valami hasonlót. Hát, hogyha a karmádra gondolsz, és úgy érzed, hogy bezár egy ilyen kis cellába, akkor mindig tud, hogy nem vagy egyedül, és akkor kinyílik a cellának az ajtaja. Hát igen, csak az a helyzet, hogy, hogy én azt gondolom, hogy mindenki egyedül van valamennyire, mivel a döntéseit ezt nem tudja más meghozni helyette is, és, és nekem az a véleményem, hogy ezt jelenti az egyedüllét. És hogy ez... Ki döntötte el, hogy bejössz ide a terembe? Hát én. Egyedül vagy? Nézd körül. Hát nem. Itt a válasz. Tehát a saját karmádért, a saját cselekedetedért csak te vagy a felelős. De az nem jelenti azt, hogy egyedül vagy, hiszen még legalább nagyon sokan olyan döntést hoztak, hogy ide bejönnek. Ez mindenkinek a saját döntése, de a közös karmánk. Ide hozott minket. Közelről és távolról. Nem vagy egyedül, de mindig magadra vagy utalva a döntéseidben. De ez viszont közös karmát hoz létre. Miért születtél a szüleidhez? Tudod? Nem. Majd ki fog derülni, amikor párt választasz. Ez nem azt jelenti, hogy nem örülök neki, csak nyilván tudatosan. Nem kell nem szabadkoznod, szabad egyrészt mert mind a kettő. Mert mind a két szülőd itt melletted ül, ez az egyik. A másik pedig azért, mert azért ez nagy munkám kitalálni, hogy miért születünk a szüleinkhez. Nagyon sok szögből kell látnunk magunkat. Nagyon sokféle kapcsolatot kell tapasztalnunk. Nem csak a velük valót, mást is. Úgyhogy nem vagy egyedül, még legalább 8 milliárd humanoid ezen a földön társad abban, hogy megszületünk, felnövünk, megöregszünk és meghalunk de ekközben mindannyian a saját döntésünket hozzuk. És ez bizonyos közösségeket eredményez, lásd a mostanit. Egy délutánra, egy hétre, egy évre, egy életre, több életre. Elmondom neked, hogy én nagyon sok szakmában gondolkodtam 10 és 20 évesen. Sokféle dolgot kiválaszthattam volna, de megláttam a társaságot, amelybe keverednék a választásaim által, és nagyon sokszor az döntött, hogy inkább nem. És ez nem a társaságot minősíti, nem sokkal inkább engem. Engem, mert én voltam akkor annyira megkülönböztető, hogy nem mertem fölvállalni azt a társaságot, ahova bekerültem volna. És így, ha megtapasztasz kényszerhelyzeteket, katonaságtól kezdve olyan szitukig, amiket nem akarsz elvállalni, de mégis, valakiért megteszed, valamiért megteszed, akkor kiderül, hogy hol van a tolerancia határod. És hogy messze, messze ki lehet azt tolni olyan embereket tudsz tűrni, két héttel ezelőtt a torkát elvágtad volna. De most mosolyogsz, el, és azt mondod, hogy igen. Gyere, együnk egy tárcáról. Két héttel az hú, te, ha lett volna egy nyomógomba, amivel eltüntethetted volna az univerzumból, megnyomtad volna. És aztán egy kis gyakorlás, egy kis közös éneklés, egy kis meditáció, ott mellette 20 centire van a térded, csak utána egyszer csak azt mondod, hogy hm, végül is el tudom viselni. Úgyhogy a karma az mindig a te döntésed, de mindig valamilyen kapcsolatot hoz létre, akár párkapcsolat, családi kapcsolat, csoportos. Egy biztos magyarnak születte magyar családba, és közös van az összes többi magyar emberrel. Mosolyogsz, ez nagyon jó. Ezt örömtelén vesszük tudomásul. És felfedezzük, hogy valójában mi az, ami idehozott minket. Nem csak a családunkba, hanem az országba, a társadalomba, ami miatt anyanyelvként beszéljük a nyelvünket. Mi az a közös karma? Ez megint csak nem jó és nem rossz. Ez egy hatalmas, nagy tárház, amelyből te vállalsz valamit. Ez a vállalás is idehoz. Továbbá az a házi feladat, amely megegyezik, sok más magyar ember házi feladatával, és azt is közösen oldjuk meg. Az is idehozott. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Adam. Az imént érintőlegesen beszéltél a leborulásról, és azt szeretném megkérdezni, hogy a bizonyos uh, leborulások között, mert mi csinálunk egyfajta leborulást, más irányzatok másfajta leborulást csinálnak, van-e eredménybeli különbség? Amíg leborulsz, addig nincs. Ha van olyan irányzat, amely azt mondja, hogy leborul, de mégsem, ott van a különbség. Lehetnek ilyenek. Tehát ez, ez, ez a beszélőzen, hogy mondom, de nem csinálom. Mert elég, ha csak kimondom, azt megtörténik. Hát ez nem ilyen. Meg kell csinálni. Ha megcsinálod, nincs különbség. Ha nem csinálod, akkor van. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a másik kérdésem, hogy már pár hete azt érzem, hogy a, mi ez kérdés, amivel gyakorlok, az, egyszerűen állandóan elkalandozik a figyelmem, és hiába igyekszem nem ragaszkodni ahhoz, hogy elkalandozik, és elkalandozik a figyelmem, de, és hogy ez zavar, hanem próbálok megnyugodni, de egyszerűen nem működik. Eddig azt éreztem, hogy úgy ad valamit, egy, tehát hogy, hogy érzem az irányt, amit, amit, ad ez a kérdés, de hogy most már, hogyha oda is tudok figyelni, de akkor csak Két szó, meg egy kertévé, és semmi. Gratulálok, tört. most érkeztél el a gyakorlatot kezdetére. Eddig úgy ismerkedtél vele, meg jól esett, meg szolgált, meg adott, most beakadt. Most kezdődött el az gyakorlat. Innentől kezdve teljesen más lesz, mint eddig. És tudod, hogy a kérdés önmagában nem létezik, te teszed fel. A kérdésre adott reakció valójában nem létezik, mert az csak a tiéd. Ha megkérdezel más gyakorlókat, hogy nekik ez most hogy esett, ez a mostani kérdéses meditáció, teljesen mást mondanak. Tartsd meg a kérdést, lazán, lágyan, egy kis távolsággal. Azért nem adok más praxist, mert akkor elvesztenéd a befektetett időt és energiát a kérdésbe, és ezt nem tesszük, nem veszítjük el. Megfogjuk máshonnan. Tehát például, ha azt mondom, hogy a légzés legyen a primér fókusz a figyelmednek, és azon keresztül figyeld a kérdést, már rögtön meg fog változni a kérdés fekvése. Eddig az elméddel vertett bele, mint szöget a kalapácsa, most elérte a szög feje a deszka szintjét, és nem tud tovább verni a kalapácsa. Na ekkor jön egy teljesen más szerszám, ugye? A pontozó, ráilleszted a szög fejére, és azzal vered még mélyebbre, a szögfej már rég benne van, a szintje alatt, és még beljebb, még beljebb, még beljebb, és ez a légzés. Az elme előbb-utóbb frusztrálódik, mert nem történik semmi. És az elme azt akar, hogy állandóan történjen valami. Szórakoztatom magam az gyakorlatra, és elmesélem a klubban, hogy ez milyen volt. Tehát ez még csak úgy a kezdeti fázis. És amikor a kérdést már nagyon nem szereted, mert nagyon nem történik semmi, akkor még tartod. És ekkor kell a koan interjú. Mert a koan interjú az nagyon beléd nyomja azt, hogy nem tudod. És a nem tudom, és a kérdés találkozása az ízzik. Tehát a nem tudható tapasztalata felváltja az információ hiányt, a válasz képtelenségét. És akkor láthatóan sehonnan, a semmiből, egyszerűen csak megszületik a válasz. Mm. És ekkor a kérdés új funkciót és új értelmet nyer, amit az értelem, az elme már nem tud megfogalmazni, csak egyszer működik. Úgyhogy elérkeztél a teljesen befagyott, beakadt kérdés birodalmába. Welcome. Köszönöm. Szívesen. Én is tegnap kaptam tőled valamit, de elvisznek a gondolataim. És hogyan csinálja, hogy ne vigyenek el a gondolataim? Futásszolgálat. Tehát utána kell küldeni a futásszolgálatot, berakja a furgomba, ide kézbesíti hozzád. Ezt hívják éberségnek. Tehát az éberség futár, berakja a praxis formájába, a kis dobozósba, és vagy mantrázol, vagy kérdezel, vagy pedig egyszerűen a teret felfogod a hangzással együtt, és ez úgy működik, hogy a jelenléted itt erősebb lesz, mint a gondolatai távolító ereje. Képzeld ezt el egy mágnesként. A mágnes helyben van, és van egy csomó vasreszelék, és a vasreszeléket ez a mágnes magához vonza. Jelenségek, gondolatok, képzetek. És ez olyan csuda mágnes, hogy a vasreszelék oda köt hozzá, és a mágnessé válik. És ekkor erősödik a centered kiszeded az energiát azokból a jelenségekből, amelyek eddig elvittek, mert különállónak tűntek, vonzónak vagy taszítónak tűntek, és mivel az elme elkezdte felszabdalni a tudat jelenlétét, ezért szétosztottad magadat különböző jelenségekbe, és vitt is a karma messzire. Olvasol valamit a képernyőn, elgondolkozol rajta, és már is a tengeren túlon vagy. Visszajössz ide, tudatosítod a testtartást, a lélegzetet, nyomban eltűnik a tengeren túl, eltűnik a széttagoltság, az összes gondolat visszatér a gondolkodás elé, megnő az energiaszinted. Így működik ez a mágikus darmafutár. Köszönöm. Szívesen. Én a mi a dolgom kérdéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy elsősorban hogyan kell alkalmazni gyakorlatok folyamán. Belégzés, mi a dolgom? Kilégzés. Tehát ugyanúgy, mint a mihez kérdés, csak mi a dolgommal. Így, ahogy mondod. Értem. Miből bizonyosodhatok meg arról, hogy nem az ego dob fel, vagy a, valamilyen vágyam dobja fel rá a választ, hanem tényleg a, az igazság. Honnan, hogy megszűnik az önellenőrzés kényszere? Tisztasor. Köszönöm. Mondok itt történetet. Jó. Mágyó Zemmesterhez bekopogtatott egy pár szerzetes, ugye kolostorok általában hegyek között vannak, leborulnak, tiszteltet adnak, és megkérdezik. Mester, ki tudjuk-e buddha urunk gyönyörűséges képmását faragni a szemközti hegyből? És ez az emmest azt mondja, persze, hát ki tudjátok faragni, hát hogyne? Teáznak, boldogok, leborulnak, mennek, utolsó szerzetes visszakérdez az ajtóból. Mester, tényleg ki tudjuk faragni? Most már nem, mondta Mácsó. Az azonosulás problémájával a kapcsolatban szeretném a véleményedet kikérni, hogy a hétköznapokban történnek mindenkivel jó és rossz dolgok, de hogy hiába látom objektíven a helyzetet, hogy ez most az élet nagy folyamán mekkora kis porszám, de érzelmileg mégis kibillent, vagy nagyon föl, vagy nagyon le, és hogy ezt hogy lehetne úgy uralni, hogy ne befolyásolja a hétköznapban az egyéb történéseket. A kérdésed és te azonos vagy különböző? Azonos. Na ez a probléma. Tehát, hogyha te azonosulsz a kérdéseddel, akkor minden, ami a kérdéssel megtörténik, az megtörténik veled is. Valaki szereti a kérdésedet, akkor úgy érzed, hogy téged szeret. Valaki gyűlöli a kérdésedet, úgy érzed, hogy téged gyűlöl. Nézd meg azt, hogy a teremtő és a teremtett hogyan viszonyul egymáshoz. És vállalj felelősséget a teremtésedért, például az, hogy megkérdeztél valamit, vagy másoknak javasolsz valamit vagy élsz bizonyos érzelmekkel és gondolatokkal, ezek mind a te teremtésed. De ne azonosulj a teremtéssel, hanem vállalj érte felelősséget, és tapasztald meg a szabadságodat is a teremtés pillanatában. szabadsággal és felelősséggel tegyük ezt, de ne azonosuljunk a teremtettel. Miért? Mert akkor elveszítjük a teremtő képességünket. Elveszítjük az uralmat a teremtés fölött. És ezt onnan tudod, hogy gyengének érzed magad, és azt látod, hogy mások döntenek fölötted. Az azonosulással nincsen semmi baj, csak a másik felét elfelejtjük, hogy igazi önvalónk, ahogy azt hallhattad a bevezetőben, eredetileg nem név és nem forma. Nem semmi és nem valami. Nem jellemző semmilyen duális kategória rá, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ebben nincs jelenség, tehát azonosulás sincs. Erről el szoktunk feledkezni. Az azonosulás úgy áll be, hogy egy jelenséget azt tegyen az gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet, valami, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, vagy ízlelsz, és az elméd hirtelen egy duális minősítést rátesz. Ízletes, szeretem, kell. Rossz szagú, nem szeretem, nem kell. Ezek teljesen természetes minősítések, hogyha ezzel azonosulsz, akkor beég a saját személyiségedbe, és akkor kiderül, hogy te nem szereted a spenótot. És nem vagy hajlandó megenni, mert gyerekkorodban egyszer túl fokhagymásra sikerült, és csípte az orrodat. És azóta ez be van égve, hogy te nem szereted a spenótot, mert azonosultál a nézettel. Hiába főznek neked már teljesen gyöngéd, fokhagymától szinte mentes spenótot, akkor se vagy hajlandó megenni. Tehát ez a baj az azonosulással, mert ott ragaszt a múltban, ott ragaszt egy árnyékban. Egy olyasféle személyiséget élsz, amely valójában már nem te vagy, de mégis azt éled. Az azonosulás megszüntetése az nem az életélmény megszűnése, hanem a felesleges kötelékek levágása. Honnan tudod, hogy nem félsz? Ha illúziókkal, azonosulásokkal, akadályokkal terhesse tudat, akkor állandóan félünk. Más szinten megfélemlítünk. Szívszutra, az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. És így meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. Az ellobbanás az az önkép és önvaló közti különbség ellobbanása, a duális képzett világ abszolút értékének az ellobbanása, és ekkor megszűnsz azonosulni a duális tapasztalatokkal. Ehhez kell ez. Ebben a pontban megszűnik az azonosság és a különbség. Megszűnik a teremtés és a teremtet közti különbség. Megszűnik minden olyan dualitás, amely, mint egy kis kinyitott csapszeg, a jó és a rossz szárnyával téged rögzített egy adott jelenséghez. És ezáltal elvesztetted a teremtőképességedet, a látóképességedet, és így kezdtünk elfeledkezni igazi önvalónkról. Tehát legyünk teljesen jelen, legyünk elkötelezettek, vállaljunk felelősséget, éljünk a szabadságunkkal, de ne azonosuljunk a jelenségekkel. És ez egy paradox, ez egy kreatív paradox. Száz százalékig tapasztalj valamit, valakit, de ne azonosulj vele. Ez a feladat. És hogyha meditálsz, hogyha helyesen gyakorolsz, kiüríted a tudatot, megtapasztalod az eredeti tárgyatlan mi voltában, akkor ez úgy működik, mint amikor egy főzőlapot felfűtesz, amin ilyen cseppek vannak. Addig a cseppek ott szépen vártak. Felfűtöd és elpárolog. Megszűnik az azonosulás a jelenségekkel. És hogyha forrón tartod, akkor rácseppen egy újabb jelenség, és azt is elpárologtatja nagyon gyorsan. Hogyha az éberség, a jelenlét, a tiszta tudat megmarad, akkor olyan hőmérsékletet érhet el, hogy éppen utazik szépen egy csepp felé, esik, 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 de olyan forró levegő jön föl, hogy már nem éri el a főzőlap felszínét, röptében elpárolog. Ez nagyban sajnos ilyen trópusi tüzeknél van, hogy kigyullad az őserdő, esne fölülről az eső, de nem tudja eloltani, mert elpárolog közben. Olyan erővel jön föl a forróság. Ha viszont nem teszünk valamit az éberségünk, a tiszta tudatunk tapasztalatáért, újra elérésért akkor az történik, hogy fagypont alá lehűl ez a képzeletbeli főzőlap, rárakódnak a jelenségek, az ember nem elég energikus, éber és tiszta ahhoz, hogy az azonosulást megszüntesse, és akkor elhiszed, akkor elgyengülsz, akkor valaki más erősebb lesz, mint te akkor a véleményeket tényeknek fogod fel. És egyre jobban rárakódnak ezek a jégrétegek a tudat felszínére, ez a kényszerű azonosulással megkötött karma. És ez nem csak azért baj, mert kihűlünk, és alárendeltek leszünk, és elgyengülünk, és egyebek, szenvedünk és szenvedtetünk, hanem azért, mert egyszer csak jön valami, ami ezt a nagyon vastag jégréteget megtöri, és alatta a főzőlap is törik ekkor esünk szét, rosszabb esetben törünk darabokra, a legrosszabb esetben megőrülünk. Nem bírta a tükör a karmának a súlyát, és recs. Nagyon nehéz után összerakódni. Tudunk, az ember szinte mindenből kijön, amíg él, de a mullandóság önmagában nem elég tisztító erő. Ahhoz valami gyakorlat, valami normális, meghaladó bölcsesség kell, hogy az ilyenekből úgy tudjunk kilépni, hogy a lehető legkevésbé traumatizáljuk magunkat, illetve a környezetünket. Ezért fontos a nem azonosulás, de százszázalékos jelenlét. A tapasztalat, de nem a duális reakció rá. Ezt hívjuk csak tedd. Ahogy a nagy nagymester mondta, just do it. Csak tedd, csak mondd, csak gondold. És hogyha ennek az iránya helyes, akkor az egész helyes. Jó?